Köszöntöm Önöket, a heti TV híradóját látják. 1956. októberében Magyarországon békés tüntetéssel kezdődő fegyveres felkeléssel folytatódó forradalom bontakozott ki a Rákosi Mátyás nevével összefonódó kommunista diktatúra és a szovjet megszállás ellen. 1990. május óta a forradalom október 23-ai kezdőnapja Magyarország nemzeti ünnepe. A budapesti Petőfi szobornál tartott október 23-ai tüntetésen Rákosi és Gerő ellenes jelszavak hangzottak el, a résztvevők követelték a szovjet csapatok kivonását. A zászlókból kivágták a szovjet mintájú címert, így lett a lyukas zászló a forradalom jelképe. Aznap este Gerő Ernő, a Magyar Dolgozók Pártjának első titkára, akit júliusban állítottak Rákosi helyére, rádióbeszédében a megmozdulást ellenségesnek, sovinisztának, nacionalistának minősítette, és minden engedményt elutasított. A beszéd elhangzása után a békés tüntetés szinte órák alatt népfelkelésé, majd a Magyarországon tartózkodó szovjet csapatok beavatkozása után fegyveres szabadságharccá változott. 61 évvel ezelőtt a bátorság legyőzte a félelmet, és összefogás szült, hangsúlyozta Latorcai Csaba, a miniszterelnökség helyettes államtitkára. Az 1956-os forradalmat és szabadságharcot nemzeti identitásunk és a bátorság szimbólumaként említve, Latorcai Csaba kijelentette, a magyarok az utóbbi 1000 évben nagyon sokszor kényszerültek szembesülni azzal, hogy a szabadság és a függetlenség nem magától értetődő természetes létállapot. A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem, idézte Bibó István szavait, hangsúlyozva, hogy ezek összefoglalják a magyarság évezredes szabadságküzdelmének lényegét, hiszen az aktuális siker mindig attól függött, hogy le tudtuk-e győzni az elnyomóink által belénk táplált félelmeket. A Fidesz mindaddig nem támogatja az ukrán kormánypárt felvételét az Európai Néppártba, amíg az ukrán oktatási törvény módosításával nem válik lehetővé a kisebbségi nyelvű oktatás lehetősége az óvodától az egyetemig, jelentette be Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának fideszes elnöke. A kormánypárti politikus kijelentette, Magyarország továbbra is úgy gondolja, hogy módosítani kell az ukrán oktatási törvényt, mivel alacsonyabb szintű jogszabályokkal nem orvosolhatók annak hiányosságai. Ukrajnát addig kell megállítani, amíg nem késő, fogalmazott Németh Zsolt, aki szerint Ukrajna önveszélyes politikát folytat, az oktatási törvény mellett ugyanis a nyelv, az állampolgárság és az egyházügyi törvények is be vannak tárazva, amelyek tovább súlyosbíthatják a már most eléggé nyugtalanító helyzetet. Külföld. Az Andrej Babiš vezette jobbközép ANO mozgalom magabiztos győzelmet aratott a hétvégi csehországi képviselőházi választásokon. A független Csehországban ilyen nagy arányú győzelmet még egyetlen párt sem aratott parlamenti választáson. Ugyancsak előzmény nélküli, hogy az alsóházban 9 párt foglaljon helyet. Az ANO a szavazatok 29,65%-át, a második helyen végzett Polgári Demokratikus Párt pedig 11,31%-ot szerzett. A harmadik a Kalóz Párt, amelyre a választók 10,78%-a szavazott. A negyedik helyen a Bevándorlás ellenes Szabadság és Közvetlen Demokrácia végzett 10,64%-kal. A parlamentben még további 5 párt jutott be. Cseh és Morvaország kommunista pártja 7,77%-kal, a Cseh Szociáldemokrata párt 7,28%-kal, a Kereszténydemokrata Unió Csehszlovák Néppárt 5,8%-kal, a TOP 9 5,29%-kal, a polgármesterek és függetlenek elnevezésű tömörülés pedig 5,17%-kal. Andrej Babiš már az eredmények ismeretében közölte, hogy az új képviselőház alakulőléséről minden parlamentbe bejutott politikai szereplővel tárgyalni akar. Megjegyezte, azzal számol, hogy ezeken a tárgyalásokon a kormányalakítás is téma lehet. A spanyol kormány kezdeményezi a katalán kormány feloszlatását és előrehozott parlamenti választások megrendezését Katalóniában, jelentette be Mariano Rajoy spanyol miniszterelnök. A politikus hangsúlyozta, ez nem Katalónia autonómiájának felfüggesztését jelenti, hanem a kialakult helyzetért felelős személyek eltávolítását, akik az önrendelkezést törvényen kívül helyezték. A spanyol kormány javaslatait az alkotmány 155-ös cikkére hivatkozva még szombaton beterjesztette a parlament felsőházának, a szenátusnak. Ez a passzus ad lehetőséget az államnak, hogy alkotmánysértés esetén beavatkozzon az autonóm közösségekben. A szenátus jövő pénteken rendkívüli ülésen szavaz a javaslatcsomagról. Az intézkedések elfogadásához a képviselők abszolút többségének támogatása szükséges, ezzel a spanyol kormánypárt egymaga is rendelkezik. Katalóniában feszült a hangulat. Barcelona utcáin a függetlenség ellenzői edények zörgetésével és dudálással üdvözölték a madridi döntést.
Késő délután a függetlenség híveinek tömege lepte el a belvárost, a tüntetést eredetileg azért szervezték, hogy követeljék két előzetes letartóztatásban lévő függetlenségpárti civil szervezet vezetőjének elbocsátását. Ám a megmozdulás célja a spanyol kormány bejelentése után kibővült az intézkedések elleni tiltakozással, és Carles Puigdemont katalán elnök és kormányának tagjai a menet élére álltak. A Szíriából érkezett rakétatámadásra válaszul az izraeli hadsereg megsemmisített három légvédelmi ágyút Szíriában, írta a Jeruzsálem Online. A zsidó állam egyértelműen Szíriát tette felelőssé a rakétatámadásért, és kijelentette, hogy semmilyen körülmények között nem fogja tolerálni a szuverenitásának megsértését. Izraelt a Golán-fennsík régiójából érte rakétatámadás, de károkat nem okoztak a becsapódó fegyverek. Az izraeli válaszcsapás sem követelt áldozatokat. Egy nyíltan palesztin barát külügyminisztere lehet Hollandiának a következő években, írta a Jeruzsálem Post. A portál összeállítása szerint Sigrid Kaag az új kormány nemzetközi segélyezésért felelős minisztere lesz, ami azt jelenti, hogy a külpolitikát nem ő fogja meghatározni, de a ciszjordániai területekre vonatkozó támogatásokért már ő lesz a felelős. Kaag férje korábban vezető szerepet töltött be a palesztin hatóságban. A miniszter jelölt korábban rasszizmussal vádolta meg Benjamin Netanyahu miniszterelnököt, valamint illegális építményeknek nevezte a ciszjordániai zsidó telepeket. Gazdasággal folytatjuk. A befektetők láthatóan bíznak a magyar gazdaságban, mondta Csáp Magdolna közgazdász. Szerinte a befektetők azt láthatják, hogy az államháztartás stabil, a hiány folyamatosan csökken, ahogy az adósság mértéke is. A befektetők stabilitást és biztonságot érzékelnek a magyar gazdaság esetében, tette hozzá. A közgazdász annak kapcsán nyilatkozott, hogy a Moody's Investors Service nem vizsgálta Magyarország államadós besorolását, így a péntek éjszakára kitűzött időpontban nem jelentett be módosítást sem az osztályzatra, sem annak kilátására. Több mint 330 milliárd forintot költöttek a magyar háztartások zöldségre és gyümölcsre tavaly, mint egy 12%-kal többet az azt megelőző évhez képest. Ez a napi fogyasztási cikkek éves forgalmának valamivel több, mint a tizede, derült ki a GFK Hungária reprezentatív felméréséből. A felmérést végzők ismertették, a háztartások tavaly 216,8 milliárd forintot költöttek zöldségre, egy évvel korábban 206,1 milliárd forintért vásároltak. Gyümölcsre 116,7 milliárd forintot fordítottak a múlt évben, 2015-ben viszont még csak 109,9 milliárd forint értékben vásároltak. Míg a háztartások által vásárolt gyümölcs mennyisége 349 tonnáról 361 ezer tonnára 3%-kal nőtt 2016-ban az azt megelőző évhez képest, addig a zöldségeké 2015-höz képest 687 ezer tonnáról 676 ezer tonnára csökkent. A magyar háztartások egy év alatt átlagosan 165 kg zöldséget és 89 kg zöldséget vásároltak. Végül sport. A címvédő győri Audi Eto KC 23-22-re kikapott az EHF kupa győztes orosz Rostov-Don otthonában a női kézilabda bajnokok ligája csoportkörének harmadik fordulójában. A magyar csapat legutóbb április 9-én a francia Metz ellen a BL negyed döntőjében veszített tétmérkőzést. Most következik az időjárás jelentés. Én köszönöm figyelmüket, kérem tartsanak továbbra is velünk, hiszen ünnepi adásunk folytatódik. További jó pihenést kívánok. Viszontlátásra! Köszönöm a kedves nézőket! Holnapi nap egész nap tartós, jelentős esőre készülhetünk, erős, időnként viharos északnyugati szél kíséretében. Meglehetősen hideg lesz, erősen lehűl erre a napra a levegő. Akik terveznek a városba kimozdulni, a viharkabátot és a svájci sapkát mindenképp vegyék fel, öltözzenek alkalomhoz illően. Éjszaka jelentős eső már nem várható, de kisebb esők előfordulhatnak. Reggelig alapvetően borult marad az ég, és a szél sem gyengül. Hőérzetünket az eső mellett talán az befolyásolhatja leginkább, hogy szinte alig lesz különbség a napi minimum és maximum érték között, megközelítőleg 10 fokot mutatnak majd a hőmérők, erős lehűlés lesz, és mindezek mellett hidegfronti hatás. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra holnap!